Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ma díjnyertes kutyák érkeznek majd a Weekend stúdiójába, és jön Gajdos László is, aki az Állatkertek éjszakájára invitálja majd önöket, de mutatunk kiállítást és koncertet is. Először azonban Szatmár Csekére látogatunk el, ahol 24. alkalommal rendezték meg a Szilvalekvár Főzőfesztivált. Recensen egymástól elhúzódva ül ezen a padon a két falubeli. Azért így, hogy bizony szájára ne vegye őket a falu. Pedig ugyan jó alkalom lehet az ismerkedésre és a baráti kapcsolatok ápolására egy jó szilvalekvár főzés. 20. előtti hétvégén minden hét szilvalekvár főző fesztivál mindig megtartjuk. Ez a mi falunapunk, és ha lehet mondani, nem csak egy falunap, testvértelepülések találkozója, illetve azért itt a környező szatmári települések is be tudnak mutatkozni. Ha egy rendezvény csak nem negyed évszázados, nem volt szabad elmulasztani azt a kérdést sem, hogy mi a titka a szatmárcsekei szilvalekvárnak. Szerintem az, hogy egy kis szatmári vendégszeretet, egy kis mosolyt is belefőzzünk. Lehet, hogy többet, mint máshol, mert azért itt nem csak szilvalekvár folyik napközben, illetve fő, hanem kóstoljuk a szilva pálinkát is, és az úgy együtt testére egy egész jó elegyet tud képezni. Honnan érkeztek ide a mai fesztiválra? Ataláról érkeztünk, Tolna megyéről, és 540 kilométerről érkeztünk ide a Szatmárcsekei Lekvárfőző Fesztiválra. Én jelenleg 19. alkalommal vagyok itt ezen a rendezvényen, és nagyon szeretettel jövök ide mindenki. Szatmárcsekei Atalának a testvértelepülése. Amikor volt a nagy árvíz a 2000-es évek, ha jól emlékszek, akkor mi segítettük Szatmárcsekét mindenféle dolgokkal, és azután tartjuk ezt a kapcsolatot. Ők jönnek hozzánk 540 kilométerre, mi meg nagyon szívesen jövünk ide 540 kilométerre. Hány kiló szilva van ebben az üstben éppen? Itt az üstben 50 kiló szilva. 50 kiló szilva, és ez a végén össze fog rottyanni, és ilyen 25 és 30 kiló lekvár lesz a végére, mert ezt ilyen 12-14 órán keresztül főzzük. Mikor kezdték a főzést? Reggel 7 órakor. És hová, milyen edényekbe kerül, és aztán kikhez kerül ez a törvénytelen mennyiségű szilvalekvár? Tehát most főzzük a ciberét, és ezt kimelegedjük edényekbe, itt műanyag edényekbe, lerostáljuk, kiveszünk bele, hogyha véletlenül még mag vagy valami történne benne, és utána visszarakosgatjuk, és végül az egész összerottyanik, kiföl belőle minden, ami kell, tehát ebben gyakorlatilag semmilyen tartósítószer, se cukor, ez természetesen ahogyan megérett, és ez gyakorlatilag 4-5 éven keresztül, akár üvegben átárolva, ugyanilyen lesz, és gyakorlatilag késsel lehet vágni, már olyan lesz. Körülbelül mikorra lesz kész? Hát olyan 10 óra, 11 óra este, sokáig. És hányan vannak arra, hogy ezt itt kavargassák ennyi időn át? Hátán vagyunk mind a... Nem tudom, hogyan mondjuk. Én ebben kis busszal érkeztem, én vagyok mindig így csapatvető, mert én önkormányzati képviselő vagyok a talába, és akkor mindig van egy ilyen brigádom, meg csapatom, aki nagyon szívesen eljön ide, szívesen hívnak bennünket, és jövünk. A 24. Nemzetközi Szilvalekvár Főző Fesztiválra Erdélyből és Párciumból is érkeztek csapatok, de a Tolna megyei Atala is képviseltette magát.
8 különböző kovászos kenyeret kellett értékelnie a zsűrinek augusztus 20-án Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban. A skanzenben az aratás és a kenyérkészítés mozzanatain volt a hangsúly, ezekkel a hagyományokkal ismerkedtettek meg a látogatók. Malacka! Tudom, hogy ide van vagy, nyisd nekem ajtót! Háj, Tohonya! Medve apa azt mondta, hogy valami rosszban sántikálsz, neked aztán nem nyitom ki az ajtót. Ha nem nyitod ki az ajtót, nem látod viszont a barátodat, a mókuskát. Mi lett az én barátommal a mókuskával? Add nekem ide a kunkoricát, ami aranyból van, aztán majd visszakapod a mókuskádat. Ha, na hát, milyen buta ez a farkaskoma, azt gondolja, hogy a kukorica aranyból van, akkor mégiscsak beengedhetem. A Kalamajka Bábszínház szórakoztatta a gyerekeket augusztus 20-án délelőtt a Sóstói Múzeum faluban, míg a kismalac és a farkasok, avagy forró vizet a kopaszra című bábjáték kelt életre a színpadon, addig a Barabási iskola udvaron egy Hoffer traktor. Egy idősebb úrtól jött, nem ez a végleges gépünk, ez csak egy ilyen B-verziónk van. Van nekünk egy körmös traktorunk, ami 1916-os traktor. Igazából nem tudtuk még elkészíteni, mert nagyon sok munka van rajta, egy veterán traktor. Ez úgy került attól a barátomtól hozzá, és akkor így van. Van nekünk ebből több, ezekből a traktorokból 6 darab traktorunk van, amivel működtetjük. Szoktunk összecsinálni szántásvetést, aratást, születi fesztivált szoktunk csinálni. Igazából mindenben, amiben tudunk a hagyományba forgolódni egyre több dologba, azt nyilvánvaló próbáljuk fenntartani, és várunk mindenkit szeretettel. A traktorhoz kapcsolt 1900-as évek elején készült magyar cséplőgép annó sokat segített a gazdáknak a betakarítás után. Ez a géphez 3 éve jutottam hozzá, Zsámbék melletti kis faluban Tök. Egy nagyon régi kis pajtában volt, ez az 1800-as, 1900-as évek elején készült gép, egy osztrák-magyar monarchia idején készülhetett, de magyar emagos gép. Ezt úgy jutottam hozzá, onnan hoztuk haza, és ez egy teljesen felújítás, egy év alatt készült el ennek a felújítása. Íme látható is, nagyon szépen működik, én már harmadjára indítjuk be ezt a gépet, 3 éve működtetjük, nagyon szépen dolgozik, igazából minden tökéletesen megpróbáltunk megmozgatni rajta, amit lehetett. Ennek a munka végzése úgy működik, hogy fentről van a kéve, ugye onnan lesz átadogolva fel a kévevágónak, úgy mondják, hogy kévevágó, fel az etető, aki eteti maga a gépet, és akkor onnan a többiek vannak itt a szalma résznél, vannak a rudas húzó, van, a rudas hordók vannak, a törek hordó és a pejva hordók vannak, nyilvánvaló hátul a zsákosok vannak, és akkor ezek így történtek. Ez egy jó, sokkal könnyebb munka volt, de viszont ez sem volt egy nagyon könnyű munka, azért napjában 16 órát dolgozni ezzel a géppel nem egy egyszerű volt. Mi megpróbáljuk feleveríteni a dolgokat, a hagyományokat, próbáljuk ápolni, és akkor próbáljuk továbbvinni a fiataloknak, elég sok fiatal, hogy csatlakozott hozzánk. 4 éve alakultunk meg, ez egy jó kis csapat volt, egy kis mag indult el, végül is már most nagyobb létszámban vagyunk. Nyilvánvaló arra törekedünk minél jobban, hogy még több embert tudjunk bevonzani, még nagyobb hírt kapjunk nyilvánvaló, meg még több helyen tudjunk szerepelni. Nekünk ez egy nagyon büszkeség lenne, hogyha Újfehértót tudnánk képviselni ezzel az egésszel. Ez édesapámtól jött ez az egész, és akkor onnan megpróbálom ezt az egészet úgy a sok csapat munka, vagyis a sok baráti társaság, aki csatlakozik, ővelük szeretném tovább folytatni ezt az egészet. A látogatók megtapasztalhatták, hogy a falusi ember életében rend volt, mindennek megvolt a pontos menete és ideje. A legnagyobb mezőgazdasági munkát az aratással, az aratást lezárva megünnepelték. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert hogyha volt megfelelő mennyiségű húza, akkor a mindennapi kenyér is az asztalra került. Ennek nyomán szerettük volna a kedves látogatókat megmutatni, hogy mit is jelent ez, mi a kenyér lelke. Éppen ezért kovászos kenyérversenyre váltunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát elárulom, hogy érkeznek a remek művek, és nem csak asszonyok, hanem gazdák is megfogták a dagasztóteknőt, és hoztak nagyszerű kovászos kenyereket nekünk. A zsűrinek azonban idén sem volt egyszerű a dolga. A külsőt azt szerintem mindenképpen nézni kell, hogy mennyire esztétikus a kenyér, mennyire hozza ezt a házi jellegét, hogyan van díszítve, mert ugye az sem egy. Nekem nagyon fontos az ízvilág.
Enikő, te mit teszel hozzá? Én még a bélyezetet teszem hozzá, hogy mennyire szép, mennyire érett, mennyire megkelt a kenyér. És mennyire van átsülve az de is fontos. Természetesen mennyire van átsülve. Tehát fel van dobva számunkra a lecke, hiszen 8 különböző kenyér érkezett, és egyik sem viszonyítható, egyik íz sem a másikhoz. De igyekszünk jó döntést hozni. A hosszas zsűrizés után napközben az is kiderült, ki készítette a legjobb kenyeret. A zsűri döntése alapján Lackó Józsefné Vajdácska településről hozott nekünk, így van, egy kovászos kenyeret. Vajdácska egy borsodi település táncairól is, nagyon híres, csodálatos viseletéről is, nagyon híres település, de most már azt is tudjuk, hogy a kovászos kenyér is bizony otthon van. Augusztus 20-a nem csak a magyar nemzet számára fontos ünnep, a Sóstói Múzeum falu éves programjában is kiemelt helye van. Ez ugyanis egy remek lehetőség arra, hogy a skanzen küldetését beteljesítse, miszerint a régi hagyományokat szeretnék rendszeresen feleleveníteni, életben tartani és a fiatalabb generációnak is megmutatni. Örülünk, hogyha egy picit azokat a bizonyos gyökereket még közelebb meg tudjuk nekik mutatni, éppen ezért nyitottak a portáink, éppen ezért indult a malom, és mutatom meg olyan hagyományos technikákat, amik által esetleg nem csak ez lesz népszerű, hanem hétköznapi is várhatjuk majd ezt rá, amikor szeretettel. Várunk mindenkit szeptember 8-án a Régi Magyarország ízei, az egyetlen gasztrofesztiválunk divatos szó, de mi a régi hagyományos ízeket szeretnénk megmutatni, amikor is nagyon egyszerű alapanyagokból egészen különleges ízvilágot tudunk a látogatók elé tárni. Lesz bűbencs, lesznek svábok, jönnek szennából, nagyon sok vendégcsapat várunk. Azt követően a pásztorok világába szeretnénk elkalózolni mindenkit. Szent Vendel napjához közel időpontban pásztorok munkásságát, munkáját, az ő tudásukat szeretnék egy picikét megvilágítani Sóstói Múzeumfalu fényével, és azt követően pedig a Márton nap az, amire hagyományosan mindenkit várunk, szeretettel lesz egy sokféle libaság, libásekkel, és hát természetesen libaszonsági verseny is. Páros kiállítás nyílt Nyíregyházán 70 plusz 7 címmel, amelyen Székely Edit és Balogh Géza alkotásai láthatók. A két részleges életmű a művészek különböző korszakaiból mutat be válogatást a Városi Galériában és a Pál Gyula teremben. Olaj- és akrilfestmények, szénrajzok, érmek és kisplasztikák is láthatók a Városi Galériában és a Pál Gyula teremben. A 70 plusz 7 című kiállításon, amelyen Székely Edit és Balogh Géza munkáiból nyílt közös tárlat. Mindkét művész szó szerint ezer szállal kötődik Nyíregyháza képzőművészeti életéhez, mivel mindketten tanítottak a Besenyei György tanárképző főiskolán, később pedig fontos szerepet játszottak a művészeti szakgimnázium megalapításában, ahol számos tanítványt indítottak el a pályán. Azt gondolom, hogy a tanítványaik révén is, meg egyébként is, akik már nagyon hosszú évtizede vannak a kortárs magyar művészetben benne, Nyíregyháza meghatározó művészei. Nyilván az ember azért is támogatja a művészetet, illetve azért támogatja az önkormányzat a művészetet, mert minden kornak megvannak a sajátosságai. És ezt azt valljuk, és ezt én magánemberként is nagyon komolyan gondolom, hogyha közgyűjteményekbe nem kerülnek be az adott kornak az alkotásai, akkor a jövő az sokkal szegényebb lesz. Ezért támogatjuk a Hadront, a fiatal művészeket, ezért a művészeti ösztöndíj, ezért segítjük őket kiállításoknak a menedzselésével. Az, hogy itt helyet kapnak Nyíregyházán, az természetes dolog, de most is mennek Rómába, majd segítjük őket, ha lengyelországi útjuk van ezeknek a kortárs művészetnek, segítjük őket. Tehát pontosan azért, hogy ismerkedjenek a külföldi művészettel is, vigyék Nyíregyházának a hírét, mert ez a város számára csak pozitívumot jelent. A két részleges életmű kiállítás kurátora Fekete József a Városi Galériában a két művész festményeiből mutatott be tematikus válogatást. A galéria földszinti tereiben Székely Edit munkáival találkozhat a közönség. A fenti két nagy lényes képem az vászonra készült, az tiszta olajtechnika. Később elkezdtem kísérletezni azzal, hogy visszakaparjam, kollást, plettekollást, tehát a visszatépjem, aztán samottal dolgozom, itt egy pár kórházképen lehet ezt látni.
és ennek sokkal jobban megfelel a keményebb anyag. Tehát ahogy megdolgozom, a vászon az megnyúlik, és akkor utána ugye ennek is megvan a módja, hogy újra feszesebbé teszi az ember, és megszerettem meg a keret nélküliséget is, és ahogy látja a négyzetek, az nekem, erről is beszéltünk már, az nekem egyfajta biztonság, egyfajta állandóság, egy metafizikus rend, hogy ilyen nagy szavakat, nagyon szeretem a négyzetet. Én amúgy is az egyensúlyt, a harmóniát, azt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Az esemény másik főszereplője Balogh Géza festő és szobrászművész. Betegség miatt nem tudott részt venni a megnyitón. Abban bízunk, hogy a zárón, ami szeptember 24-én lesz, akkor már lehetősége lesz itt lenni. De hát először is óriási bizalmat kaptunk a lányai és én, hogy mi válogassuk ki a munkáit. Nyilván, hogy igyekeztünk a legjellemzőbbeket, legerősebbeket, de hát ő neki nagyon erős az anyaga. Véleményem szerint a rajzok és a plasztikák a Pádula teremben azok nagyon-nagyon magas értéket képviselnek. Tehát megbízott bennünk, ránk bízta. Fekete Józsi Jofó nagyon sokat segített, de most szeretném elmondani, bár tudom, hogy nem ide tartozik, de minden egyes dolgozó maximális odaadással, tisztelettel és szeretettel és rengeteg munkával segítette a kiállítást. És azt üzeni, hogy itt van velünk, amúgy jókedvű, elfogadó, várja, hogy láthassa, de lefilmezünk mindent. Itt vannak az unokái, gyönyörű családja, zenélni fognak, énekelni fognak neki. Úgyhogy boldogsággal tölti el, és még egyszer mondom, bízunk benne, hogy tudunk majd vele együtt itt lenni a záráson. Kiállítás egyik érdekessége, hogy bár a két művész a civil életben egy párt alkot, alkotói világuk inkább kiegészíti egymást, mint sem hasonlítana egymásra. A tárlatot Verebes György, Munkácsi díjas festőművész, a Szolnoki Művésztelep vezetője nyitotta meg. Itt egy irodalmi párhuzamot lehetne hozni. Ugye az irodalmároknak könnyű dolga van, mert van dráma, epika, líra. És itt nagyjából lehet tudni, hogy mik a jellemvonások, milyen kritériumok szerint épül föl. Nos, hogyha ezt megpróbáljuk ráhelyezni erre a kiállításra, és ez egy túlzó hasonlat lesz, akkor azt mondom, hogy nem meglepő módon Székhelyi Editnek a munkái azok a lírát képviselik. Tehát a költészetnek a ritmusát hozzák be a vizuális világunkba. Balogh Gézának a munkái pedig a drámát jelenítik meg, annak minden kincsével, ami a drámának az átéléséből fakad. Mert hiszen, hogyha az ember szenvedést él át a saját életében, akkor az is tanúságként szolgál, és ez egy dráma, ami megtörtént vele. Tehát, hogyha másnap fölébredek, és azt mondom, hogy tegnap egy ilyen és ilyen élményért, és ezt most megpróbálom leírni, akkor abból lesz egy dramatikus történet. Gézának a munkái inkább erről szólnak, tehát ez a kettő, ez gyönyörű, szép. Hát, mint hogyha Shakespeare-nél érne össze a két dolog, a dráma és a líra. Ennél szebb példát erre nem is nagyon lehetne találni, szerintem. Ez pedig már a Pál Gyula terem, ahol Balogh Géza Ecce Homo című nagyméretű szénrajz sorozata mellett
a művész kis plasztikái, érmei és festményei láthatók. A 70 plusz 7 című kiállítás szeptember 21-ig tekinthető meg a Városi Galériában, valamint a Pál Gyula teremben. ...2019-ben galamb tenyésztőként volt a Weekend vendége Ferenczy Tamás, most viszont két csodaszép kutyával érkezett a stúdióba. Sziasztok! Sziasztok, előtte köszöntöm én is a nézőket. Emma, aki most egy kicsit elkolbászolt, és Afri, vagyis Afrodité, a szerelem istennője. Hát ők gyönyörű border collie, de szerintem a nézők is úgy vannak vele, mint én, hogyha kimondjuk ezt a szót, akkor általában a fekete-fehér border collie képe jelenik meg az ember lelki szemei előtt, úgyhogy ők mindenképpen különlegesek, és hát abból a szempontból is, hogy egyrészt ugye nagyon szép kis kutyáik születnek, tehát tulajdonképpen tenyészted őket, másrészt viszont a kiállítások sztárjai, ha lehet ezt mondani. Hogy kell ezt elképzelni, magát a kiállításokra való felkészülést, mennyire presztízs az, hogy egy kutyával mondjuk elmész egy kiállításra, vagy ez csak egy jó mulatság, szórakozás, egy kicsit avass be minket ebbe a különleges világba? Én úgy csöppentem bele ebbe a kutyás világba, illetve a kutya tenyésztésbe, hogy ugye a család kettes házba költözött, kerestünk egy kutyát, szerettünk volna egy kutyát, és én nekem nagyon szimpatikus volt akkor a border collie, hisz a egyik legokosabb, ha nem a legokosabb kutyafajta, és a fiam és a nejem egy karácsonyi vásár során meglátott Nyíregyházán egy barna-fehér színű border collie-t. Én sem tudtam, hogy létezik, én is csak a fekete-fehér színű border collie-t ismertem, és hosszas telefonálás után egy fél év múlva sikerült egy tenyésztő Szalai Enikőhöz kerülnünk, és nála volt kettő barna-fehér színű border collie, az egyik az kimondottan Emma kiállításra való volt, a másik pedig családi kedvenc. Családi kedvencet már lefoglalta a család, és Enikő csak úgy adta ide nekem a kutyát, hogyha vállalom, hogy kiállításra fogom hordani. Ugye amikor én elvittem a kiállításra, gondoltam, hogy két-három alkalommal részt veszünk rajta, és hát nem is biztos, hogy nyerni fog. Igen, ám de Emma egy olyan vonalból származik, ő neki a apukája Junior Európa bajnok, amerikai import kutya, és lényeg az benne, hogy Emmát elhoztuk, elkezdtünk kiállításra járni, folyamatosan nyert a kiállításokon több címet, és ahogy a bevezetőben említettél, ugye engem a tenyésztés is rendkívül érdekel, és ezért úgy döntöttem, Kórós pap Judit volt az, aki nekem az ország egyik leghíresebb tenyésztője, aki a mentorom és ő segített, és Emmát mikor fedeztettem, az első alomból született Afri. Afri még Emmától is sikeresebb lett a kiállítások során, és tavalyi évben volt egy második almunk is, ahol egy fekete-fehér kutyát sikerült Lengyelországban eladni egy nagyon híres lengyel tenyésztőhöz, Kamilla Orlovszkához, Trisztánt, és ő pedig Lengyelországban nyeri folyamatosan a sorban a kiállításokat. Akkor tulajdonképpen anya és lánya, ugye? Így van. És hát akkor ezek szerint Afri túlnőtt már Emmán a sikerek tekintetében, és milyen paramétereknek kell megfelelni ahhoz, hogy mondjuk ő sikeresebb legyen, mint az anyukája? Hát, a kiállításra, amikor el szoktuk vinni, ugye akkor általában mindig viccesen azt szoktam mondani, amikor a hölgyek az első randira mennek, akkor kozmetikába visszük őket. Nagyon fontos amúgy a foglalkozás velük, az edzések, mozgatni őket. Én egilitizni járok velük, futni szoktam velük járni, és ezáltal megfelelő formában, kondícióban vannak a kutyák. A kutya kozmetikus ugye a megfelelő kiállítási szőrbe hozza őket. Nekem profi handlerek vannak, úgymond felvezetők, akik a kutyákat fölviszik a ringbe, ez is egy külön szakma. Tehát elvileg én is próbáltam, de az az igazság, hogy a bírók nézik azt is, hogy milyen az összhang a kutya, milyen az összhang a felvezető között, és én nekem kettő profi handlerem van, akik szokták őket felvezetni.
Amikor bemennek a ringbe, akkor a bíró megnézi, hogy milyen ugye az anatómiájuk a kutyáknak. Nekik engedni kell, tehát meg kell állniuk, végigállni a ringbe, végig tapogatja a bíró őket, fogazatukat megnézik nekik, és utána pedig különböző alakzatokat kell nekik a ringbe megtenniük, és a bírók ezáltal döntenek, hogy éppen aktuálisan ki az, aki a nyeri a kiállítás, ki a fajta győztes és ki a legszebb ellenkező nemű. Gondolkodtunk itt azon, hogy tegyünk-e pórázt a kutyusokra, vagy engedjük őket itt szabadon garázdálkodni, hát ők nagyon élvezik a Weekend stúdióját, jó nagy a tér, és mindent meg lehet nézni, rá rettenetesen kíváncsiak, mozgékonyak, és ahogy említetted, ugye a világ legintelligensebb kutyái, tehát amellett, hogy hűségesek, és az ember tényleg legjobb barát, vagy akár családtagjává tudnak válni, amellett azért nagyon sok minden másra is lehet például a border collie-kat használni, akár terápiás kutyaként is, úgy tudom. Így van, Afrinak van két testvére, két blue merle színű kand, akik az milyen pontosan? Szürke alapon fekete pöttyök vannak rajtuk, amúgy az édesapja is, Afrinak ugyanilyen színű. Adjál már neki valamit tenni, mert már szerintem így megérdemelnek egy kis étteromfalatot. Két szürke alapon, tehát fekete pöttyös Blue Merle színű testvérem került Pankár Tiborhoz, illetve az ő egyik kolléganőjéhez, és Pankár Tibor pedig az utánpótlás válogatottaknak a pszichológusa, és mind a két kutyát kiképezték arra, hogy segítő kutyák legyenek mellettünk. Hozzáteszem, hogy keresésre is, tehát akár kábítószertől kezdve bármilyen egyéb, tehát rendőrségi kutyára is. Emma végzett egy úgynevezett CIMAT 1-es tanfolyamot, ami arról szól, hogy egy betanított szagmintát eldugunk bárhol, és ő azt mindig megkeresi, és nagyon ügyes volt benne. Nekem a kiállítás szempontjából kicsit hátrány volt, mert ha valaki elszólt a gyuti falatot a ringbe, akkor ő azonnal az órával már kereste. Aztán sport célra használják őket mindenféleképpen, tehát agilitizni, flyball játékot játszani velük, és ahogy említetted, tehát terápiás kutyaként sokszor idősek otthonába, gyerekek napközis táborokba szoktak föllépni, és ott gyerekekkel foglalkoznak. Gondolom, hogy te edzőként is beviszed gyakran a kutyát a csapathoz, és akkor gyakorlatilag nekik is van egyfajta ilyen, nem? Nem teljesen, nem? Mert ha kutyákra kell figyelni, mint amint láthatjátok, ugye ők mozgékonyak nagyon, akkor a kevésbé tudok a játékosokra. De van olyan edző kolléganőm, aki tőlem vásárolt egy kutyát, és ő a U12-es lánycsapat, fiúcsapat mellett, amikor dolgozott, bevitt, és hát óriási sikere volt a kutyának, és mondhatjuk azt, hogy Bruno a kosárlabda pályán nőtt föl, tehát ő teljesen hozzászokott a labdapattogáshoz, minden egyéb zajhoz, és ő valóban benn van a teremben, és mindig ott. Ő a csapat kabala állatkája. Tamás, hát köszönjük szépen, nagyon sok sikert kívánunk még a kutyás világban is, és a sportban is természetesen, és örülünk, hogy megédesítetted a napunkat Emmával és Afrival. Kedves nézőink, a Weekendet a kutyáknál nagyobb állatokkal, például elefánttal folytatjuk, ugyanis először nyitja meg kapuit éjszaka a Nyíregyházi Állatpark, hamarosan ez következik, maradjanak velünk. Aktív pihenés, kulturális élmények. Erről szól a nyár ország szerte. Nemrég például Nyíregyházára érkezett több mint 80 kárpátaljai magyar pedagógus és családjaik. Erről következik egy rövid összeállítás. A Városházán köszöntötték a Nyíregyházára érkező kárpátaljai pedagógusokat és családjaikat. A meghívottak egy élménynapra érkeztek a Szabolcsi vármegyeszékhelyre. A sóstói programok után szent liturgiára és vacsorára is várták a családokat, a nap zárásaként pedig a 15. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál nyitó hangversenyére. A jótékonysági koncerten a kárpátaljai oktatás, a háborús körülmények között dolgozó és élő pedagógusok, segítő hivatásban dolgozók támogatására gyűjtenek pénzadományokat. Az élménynap ötlete egyéni kezdeményezésből indult, amelyet a Besenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság és a Nyíregyházi Önkormányzat is támogatott. Valójában egy gondolatból indult, tehát én nem is személyhez kötném. Ugye szép magyar mondás szerint egy fecske nem csinál nyarat, de
fecske nélkül nincs nyár, és fecskék nélkül, úgyhogy így kezdődött. Én dr. Kürner Éva asszony kerestem meg ezzel a gondolattal először, hogy ebben a széttöredezett világban, amikor mi békében élhetünk, de néhány kilométerre arrébb nem ez a helyzet, mégis hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot egymással, hogyan tudunk találkozni, hogyan tudjuk elismerni azt a helytállást, munkát, amit Kárpátalján, Ukrajnában a pedagógusok végeznek. Ők fogják a gyerekek kezét, ők nyugtatják meg őket, ők kénytelenek elviselni, hogy férfi nélkül kell az életet folytatni egyenlőre, és hát reméljük, és ez egy kívánság is, ez a jótékonysági nap és koncert, hogy lesznek idők, amikor békés, nyugodt körülmények között tudunk találkozni oda át. Most ez itt lehetővé válik. Ez köszönhető annak, hogy sokan gondolkodtak hasonlóan, és így Szabó Dénes Karnagy úrnak említettem először, mint ős kantémuszos, és nem engedte, hogy végigmondjam a gondolatot, rögtön azt mondta, hogy jótékonysági hangversenyt adunk a tiszteletükre is nekik. Ez egy lehetőség, hogy az itthoniak is találkozzanak az otthoniakkal, és itt is vannak ismerősök, remélem, hogy szakmai kapcsolatok is bővülnek, és a város felajánlásában egy szép napot töltetnek itt Nyíregyházán. Mert az önkormányzat hogyan kapcsolódik ehhez a kezdeményezéshez? Az önkormányzat polgármester úr, Urki Attila alpolgármester úr részéről egy ingyenes belépőt biztosít számukra az élményfürdőbe, a parkfürdőbe és az állatparkba. Utána délután folyamán egy szentmisén vesznek részt a görögkatolikus templomban, Józsefvárosban, Ábel püspök fogja celebrálni a misét, és egy vacsora után, ami a Luther kollégiumban várja őket, a Kossuth téren a római katolikus templomban hallgatják meg a, remélem, és biztos vagyok benne, hogy csodálatos hangverseny. Molnár Andrea vagyok, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskola rektori titkárságának a vezetője. Szilágyi László e-mailben keresett meg minket, azzal kapcsolatban, hogy szeretnék segíteni a Kárpátalján élő pedagógusokat, a főiskolát és társintézményeit, és felajánlott egy lehetőséget, hogy eljöhetünk Nyíregyházára, és itt egy kellemes napot, hétvégét tölthetünk el. Erre a kezdeményezésre a főiskola közel 80 munkatársa hozzátartozókkal, gyerekekkel együtt érkezett, és a csapatban a főiskola munkatársai mellett a társintézmények, a Péfarangepán Katalin Gimnázium, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola munkatársai vannak jelen, az EGÁNEDE szakképzési centrumnak a kollégái is itt vannak, és ez egy óriási lehetőség, mert ugye a Ukrajnában a háború mindennapjaitól kiszakították ezeket a gyerekeket, és ez egy óriási lehetőség, hogy egy ilyen pihentető napra el tudtunk jönni, és amellett kulturális élményben is részesülhetünk, hiszen egy jótékonysági koncertet is szerveznek, aminek a, úgymond a bevételét azt felajánlják. Nehéz a helyzet, ugye háborús helyzet van, konkrétan Kárpátalját maga a háború olyan értelemben nem éri el. Viszont besorozások vannak, ami ugye a férfiakat érinti. És az, hogy a gyerekek, az asszonyok, a nők el tudnak jönni, ez egy nagy lehetőség, mert nem biztos, hogy lenne lehetőség arra, hogy más utómódon eljöjjenek egy ilyen napra. Az élménynap szervezését a Nyíregyházi Önkormányzat mellett a Nyíregyházi Egyetem is segítette. A Nyíregyházi Egyetemnek nagyon régóta nagyon jó kapcsolata van a kinti Beregszászi Főiskolával, hiszen ők hozták annak idején létre, és ők segítették annak idején kezdetben a működését, hogy aztán kint ez egy önálló szervezetté váljon. És ez a civil kezdeményezés talált meg még minket májusban, és egyeztettem a civil szervezetekkel,
és így alakult ki lényegében az, hogy el tudnak jönni, illetve átjönnek ide hozzánk Nyíregyházára, eltöltenek itt egy szép, kellemes napot a gyerekeikkel, mert nyilván férjeik vagy harcolnak a fronton, vagy pedig nem tudnak átjönni a határon. Úgyhogy eltöltenek itt egy szép, kellemes napot, és este a nagy koncert után visszamennek Kárpátaljára. A 15. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Mesterkurzus nyitó hangversenyének idén is a Városközpontban lévő Római Katolikus Társszékesegyház temploma adott otthont. A helyszíni adományok mellett a koncert napját követően is várják a felajánlásokat a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság számla számára. Az így befolyt összegből a kárpátaljai magyar oktatást és pedagógusokat támogatják. A magyar állatkertek már évek óta rendszeresen fogadják a látogatókat minden év augusztus utolsó péntekén, hogy az éjszakai állatkert hangulatát is megmutassák. A Nyíregyházi Állatpark mindez idáig kimaradt ebből, most azonban közkívánatra egy éjszakára megmutatja rejtelmes világát az érdeklődőknek. Erről beszélgetünk Gajdos Lászlóval, aki augusztus 20-án a köztársasági elnöktől állami elismerést vehetett át, amelyhez szívből gratulálunk. Köszönjük szépen. Szia! Az egész park nevében, csak hát én vettem át, maradjunk ennyiben, hiszen ott dolgozunk 200-an, és az elmúlt 28 évben nagyon sok minden történt, amit én egyedül nem tudtam volna létrehozni, hanem ezzel a csapattal hoztuk ezt létre, és hát nagyon köszönöm a munkájukat. És hát többek között ez a csapat generálta ezt a 30-át is, mert én nagyon ellenálltam, már évek óta az állatkertek éjszakájának. És milyen érveid voltak? Hát... Mint ellenálló? Hogy nagyon megterhelő az állatoknak, és az az igazság, hogy most ne vegyék szerintelenségnek, de nálunk napközben is nagyon sok vendég van. Tehát nem kell plusz extra programokat csinálni, hogy becsaljuk a vendéget, és hát úgy gondolom, hogy az állatoknak este pihenni kéne. De most, hogy felépült a jégvilág, és ott sajátos módon meg tudjuk úgy mutatni a hátteret, az állatokat, hogy nem zavarjuk őket, így most rábeszéltek a kollégák, úgyhogy egy fiatal csapat kezébe adtam a kezdeményezést, és azt remélem, hogy hangulatos lesz. A park egy jelentős része nem látogatható majd, hiszen mi egy természetes erdőben vagyunk, ez is problémát jelent a többi állatkerthez képest, hogy ott, ha valaki eltűnik a sűrű, sötét erdőbe, hát ki tudja, kitalálja meg, azt hiszed viccelek, de egyszer képzeld el, hogy találtam egy anyukát, aki ott ült sírva 50 méterre a kijárattól egy este a gyerekkel, mert eltévedtek, csak tovább kellett volna jönniük egyenesen. Na mindegy, de hát persze végigjárunk késő este, aztán így most már azóta egy órával hamarabb is zárunk, mert nagyon hirtelen sötétedik már nyár vége fele. Úgyhogy, de akkor még 9-ig is lehetett a parkban. Azért biztos lenni. Hátborzongató egy éjszakát eltölteni ott az oroszlánok üvöltése, hát vagy nem tudom, éjszaka üvöltenek. Igen, hát van, aki üvölt, hát mindenféle hangok vannak. Na, hát ez is vezérelte a kollégákat, hogy mutassuk meg ezt is, meg a kulisszatitkokat, de én ezt kértem, hogy csak egy bizonyos részén a parknak, ezért a Zöld Piramis, meg a Jégvilág, a két legnagyobb épületünk megnyílik, sejtelmes fényekkel, kollégák ott lesznek mindenféle érdekes állattal, kígyókkal, békákkal, mit tudom én, és megmutatjuk azt is, hogy kerül be a takarmány, és milyen takarmányok kerülnek ki az állatokhoz, megmutatjuk, hogy milyen hatalmas háttér és technika kell ahhoz, hogy az a jégvilág működjön. Szervezett csoportokban lesz majd bemenni. Úgyhogy én remélem, hogy hangulatos lesz, és azok a hangok, azok a hangulatok, azok semmihez nem hasonlítanak, ezért indítunk egy night safarit, egy éjszakai kocsikázót, amikor fel lehet ülni majd a kis elektromos buszainkra, és azzal lemegyünk a nagy állatkertbe, a sűrű, sötét erdőbe. Szerintem most is nagy lesz az érdeklődés, mert tehát azért nem lehetnek biztosak a nézők abban, hogy jövőre ismét megrendezitek, tehát hogy ez most lehet, hogy egy soha vissza nem térő alkalom, lehet, egy premier és egy elképzelt, hogy ez dal. Volt az első és utolsó állatkertek éjszakája,
Még nem győztek meg róla a kollégák, hogy minden évben kéne, nézzük meg ezt az elsőt, de akkor is úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy csak bizonyos szakaszokban, tehát 3 vagy 5 évente csinálunk majd egy ilyet. Hát itt lesznek műsorok is, tehát a színpadon folyamatosan zenés műsorok lesznek, akrobaták, énekelni fognak. Hátul a Rozmár téren, ami most újra folyamatosan Füzeséréti Bijék zenélnek, tehát lesz ilyen kis éjzene, aki zenét akar hallgatni, vagy éjszakai koncertet szeretne úgy, hogy közben a fókák is vele együtt hallgatják, akkor ezt megteheti. Egyébként is a patagónia oroszlán fókák, a füles fóka félék családjába tartoznak, tehát van fülük, van olyan fóka is, aminek ugye nincs fülkagylója. Na mindegy, ez csak egy érdekesség. Laci, az jutott eszembe, hogy az egyik ismerősöm mondta, hogy őt nagyon-nagyon kevés dolog tudja tulajdonképpen ámulatba ejteni, de az, amit itt a jégvilágban látott, az még Disneylandet is kenterbe vágta, és gondolom, hogy nagyon sok ilyen visszajelzést kapsz, hogy ez valami szédületes, és amikor ilyen sok év munkája után ennyi mindent teremtettetek, az egykori szegény két barna medve szomorkodott ugye ott a park területén, akkor azért itt már megvan ennek az öröme, az eufóriája, és közben a súlya is, hogy lehet ezt még, vagy kell-e egyáltalán ezt még fokozni, vagy csak meg kell tartani. Hát ez egy nagy teher, mert nem lehet, ugye el is nem lehet a színvonalba engedni, mert el is, hogy mondjam, kaphatod a vendéget. Tehát amikor én oda kerültem 28 évvel ezelőtt, és ugye nem nagyon volt a hazai vadvilágon kívül semmi, és meghoztam az első oroszlánt, akkor csodájára jártak, nagyon nagy dolog volt. Aztán amikor jöttek a különféle állatok, hát jó, jönnek a különféle állatok. Aztán megint, ha jött a cápa, akkor az úgy nagy dolog volt. Tehát mindig kellett valamit dobni, és most már a Nyíregyházi Állatparkon szemben van nagy az elvárás. Már tudnélik, hogy nem tudunk olyan nagyot dobni, ezért igyekszünk a bemutatás módján változtatni, igyekszünk egy kis játékosságot vinni bele, hogy eszembe nem jutna semmiképpen a nagy szórakoztató amerikai parkokkal összehasonlítani magunkat, de mégiscsak azt gondolnám, hogy Magyarország most már tényszerű adatok birtokában mondhatom, leglátogatottabb vidéki attrakciója legyen a Magyarország első számú olyan nem elsősorban turisztikai attrakciója, hanem egy családi szórakoztató park, ahol természetesen nagyon sokat lehet tanulni, mert ez nekünk nagyon fontos az állatvédelem, de az emberek ki tudnak kapcsolódni, és nem csak széjjel néznek, állatokat látnak, hanem most már lássanak, interaktív dolgokba vegyenek részt, ezért ugye ez a száguldó folyó, hát aminek hatalmas sikere van, megalapozta azt, hogy jövőre, hát most elárulok egy titkot, hasonló meglepetés lesz, tehát néhány hasonló vidámparki hangulatot is mutat, az erdély környezetbe illő játékkal még előjövünk, mert mint kiderült, nagyon nagy rá az igény. Laci, és nyilván van a parknak egy területi kapacitása, ami nem lehet túllépni, bár azt hiszem, hogy korábban volt arról szó, hogy esetleg a szembe levő területeket is meg lehet pályázni, és valami üveghíddal át. Igen, arról még mindig van szó, de azt már nem én fogom megcsinálni, úgyhogy úgy gondolom, hogy hagyunk a fiataloknak is valami lehetőséget. Sorolhatnánk itt tényleg a kezdetektől a nagy dobásokat, de és nem kell még tényleg itt egy ilyen nyugdíjas beszélgetést folytatnunk, de hogyha most visszatekintesz így 2024-ben, akkor mire vagy a legbüszkébb az elmúlt 28 év kreatív ötletei közül? Hát van néhány olyan dolog, ami akkor azért ez nehéz, mert rosszul jön. Hát meg rosszul jön ki, hogy én mondom, de tényleg volt néhány olyan kitalációm, ami akkor nagyon fontos volt és nagyon sokat dobott. Az első oroszlán kifutó, hogy a föld alatt csinálunk egy alagutat, lesz egy üvegbúra, fel lehet jönni, és ott lehet nézni az oroszlánt.
egy kicsit feldobtuk az addigi állat, Magyarországon megszokott állatkerti világot. Egyébként eltelt 28 év, és ezt most megismételtük a farkasoknál, más modernebb módon, de csináltunk egy hasonlót. Aztán, hogy sikerült az űrpiramis és óceánáriumot létrehozni. Itt van a jégvilág, de hát a legfontosabb az, hogy sikerült egy sajátos állatkerti kultúrát kialakítani, hogy aki bejön hozzánk, egészen más lélekkel távozik, mint ahogy bejött. És de nekem a legfontosabb az volt, tudod, annak idején én Dunántúlra jártam főiskolára, és hát mindig cseszegettek, hogy Sötét Szabolcs, meg mi van ott, semmi nincs ott, stb. Nem is hallottak Nyíregyházáról, mondom, valamit kitalálok, amiről ismert lesz Nyíregyháza, és fogják szeretni, és jönnek a turisták. Na most nézd oda, ha bárhol mész az országba, megkockáztatom, hogy sok helyütt Európában, akkor most már tudják Nyíregyházát vagy Sóstót, az állatparkról ismerik, sokan is jönnek a turisták, és ez nagyon nagy dolog. Igen, azt gondolom, hogy sokak számára Nyíregyháza és a Sóstó, tehát az állatpark közé egy egyenlőségjelet lehet tenni. Én magam is például, amikor Budapesten meglátom az óriás plakátot, akkor mindig nagyon dobban a szívem, és büszke vagyok, és nagyon jó érzés. Azért is adtunk ki, hogy a nyíregyháziak legyenek rá büszkék, ha látják. Így van. Hát büszkék vagyunk, köszönjük szépen, és tényleg szívből gratulálunk. Hány órakor nyitja kapuit akkor az éjszakai? A jövő héten pénteken, 30-án 21 órától. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, egy kis zenével zárjuk a mai víkendet. A 15. Kantémusz Nemzetközi Kórus Fesztivál egyik állomása a nagyecsedi református templom volt. Tajvani, észt és holland fiatalok lepték el a csendes kisváros utcáit, ebből következik most egy kis részlet. Az ég is megnyílt az énekszó hallatán Nagyecseden. Míg a templom ablakain csordogált be a régen várt eső, addig a kórusok tántoríthatatlanul próbáltak az esti koncertre. A nagyecsedi református templom csodás akusztikája csak tovább emelte a délután fényét, ahol fellépett az Ace TV gyermekkara, a Taipei Filharmónia ifjúsági és gyermekkar és a New Amsterdam ifjúsági kamarakórus, és természetesen a Kantémus kórus család fiú kórusa is. Harmadik napján vagyunk a kórus fesztiválnak. Meg lehet kérdezni, hogy pont ennyivel, hárommal több őszhajszálad van már? Lehet, hogy egy kicsivel több is van, de közben nagyon sok örömránc is került a szemem köré, mert fantasztikus a hangulat. Tehát azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült kigondolni előre, hogy mik lennének azok a programok, amik a kórusokat összehozzák, és már most az elmúlt pár nap alatt is olyan barátságok és olyan fantasztikus atmoszféra alakult ki így a közös próbákon, meg a kodáiskolának a folyosóin, vagy a próbatermeiben, hogy tényleg azt hiszem, hogy mindenki a mennyországban érezheti magát. A világ minden tájáról itt vannak ezek az énekesek, és függetlenül attól, hogy milyen nyelven beszélnek, vagy milyen idősek, vagy fiatalok, egyszerűen mindenki egymásra talál, és nem tudom, borsózik az ember háta, amikor így benne van ebben a vérkeringésben. Nem csak, hogy jó kapcsolatok ezek is, jó találkozások, de én próbáltam tegnap bejutni a zsinagógába, és mondták, hogy hát nagyon későn ébredtem ehhez, tehát hogy népszerű is, és az emberek látni akarnak titeket. Hát nagyon remélem, hogy ez így van, és az biztos, hogy bennünk már akkor az öröm és a felfokozott hangulat, hogy ezt nagyon szeretnénk mindenkinek átadni, és szerintem, aki csak nézőként is belelát egy picit, vagy rálát egy picit erre a fantasztikus fesztiválra, az is meg fogja érezni ennek a lelkületét, és mindenképpen megéri csatlakozni hozzánk a koncertek alkalmával. Ritka pillanat ez. Mi is ugye két évenként szervezzük Nyíregyházára, és most már az elmúlt fesztivál is olyan régen volt, hogy alig emlékszek rá, de most hirtelen megint minden erőre kapott, és minden lelkesedéssel tölti meg a várost.
azért is jó, most itt Nagy Ecseden vagyunk éppen, mert látom, hogy a vidéki közösségek is megmozdultak, úgyhogy itt is a nagyecsedi összefogás annyira erőteljesen érződik, sok segítő be van vonva a szervezésbe, itt gardíroznak bennünket, hogy az eső elől hova meneküljünk, úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét. 15-én édesapádat figyeltem a templom előtt, ahogy a leánykarral szinte kedvesen, simogatóan megbeszélte a dolgokat. Na hát azért láttuk itt ma a próbánál, hogy te pedig kaptál ilyen kis csikókat, akiket meg kell zabolázni néha, ha ezt jól látom. Azért a szervezésen túl ez mennyi erőt veszel a mindennapokban? Hát lehet, hogy ilyenkor kicsit türelmetlen is vagyok. Mert tudom, hogy van 10 percem arra, hogy a fiúkat ráncba szedjem itt a színpadon, mielőtt színpadra lépnek. És tudom, hogy még mi minden vár rám, ők meg így a saját kis világukba, ugye a maguk hülyeségével el vannak foglalva. És akkor itt most az alatt a 10 perc alatt rendet kell rakni. Azt hiszem, hogy a fiúk esetében ez egy kicsit fokozottabb, vagy nagyobb kihívást jelent, mint a már sokat koncertezett lányok, vagy a világjárt lányok esetében. De azt én is láttam ezt a jelenetet a templom előtt, hogy körbeállva ott mantráztak egy kicsit, mielőtt színpadra léptek volna. Hát nekem most sajnos az a feladatom, hogy az összes többi kórust is igazgassam, ezért sajnos az én fiaimra most csak az a 10 perc jut, ami az próbával telik.
Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekend adásába. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk majd Önöket, érkezik majd Rózsa Zoltán, foglalkozunk a Vidor Fesztivállal, és egy új kiállítást is ajánlunk majd a figyelmükbe. Tartsanak velünk akkor is, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok kollégáim nevében, és viszontlátásra!